A kis pályás futballt azért tartják a foci egyik legszórakoztatóbb ágának, mert egyrészt visszaadja a nagypályás futball varázsát. Pörgős rövid meccsek, sok akció és még több nevetés. A szekszárdi kispályás amatőr bajnokság is az ilyen tornák közé tartozott. Azonban most nem a játékon volt a hangsúly. Az idén lezárult, az első három csapat pedig megkapta jól megérdemelt jutalmát, az érmeket. A szervezők azt mondták, hogy sikeresnek mondható a kispályás teremtorna, a céljuk pedig egyre több csapat szerepeltetése a bajnokságban. Mondhatjuk azt, hogy a szokásos rend szerint szerveztük és bonyolódott a városi kispályás bajnokság. Ugye a bajnokságnak az alapvető célja az az, hogy amatőr csapatoknak a lehető legtöbb játék lehetőséget biztosítsunk az őszi és tavaszi forduló során. Ugye most 12 csapattal rendeztük a városi bajnokságot. Természetesen a cél és a szándék az az, hogy ez a csapatszám és a bajnokságban résztvevő játékosok száma évről évre nőjön. Egyébként ez a 12 csapat sem kevés, hiszen minden csapat 20 fővel nevez a bajnokság, ez azt jelenti, hogy 240 amatőr labdarúgó az, aki hetente kétszer sportol nálunk a pályán. Tehát még egyszer, alapvetően a cél az az, hogy minél többen játék lehetőséghez jussanak. Természetesen aztán, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor a csapatokat eléri a játék heve, és nagyon komoly és parázs mérkőzések vannak, meglehetősen magas színvonalon, úgyhogy én ezúton is gratulálok a csapatoknak, és köszönöm szépen, hogy idén is részt vettek a bajnokságon. A harmadik csapat a Várköz csapata lett a tornán, ami szinte csak rendőrökből áll. A csapat a szezon elején nem erre a helyezésre számított, azt mondták, meglepetésként érte őket a harmadik hely. Azt hiszem, hogy idén túl teljesítettük az elvártat, amit az elején terveztünk. Harmadikak lettünk. Nem vártuk magunkat erre a helyre, meglepetés volt. Én gratulálok a csapatomnak, úgyhogy meg vagyok elégedve az idei szezonnal. A legnagyobb problémák mindig azzal adódtak, hogy megfelelő létszámba ki tudjunk állni. Egy-két meccs miatt el is maradt, de amikor ott voltunk, akkor hoztuk, ami tőlünk elvárható. A második helyezett csapat csupán egyetlen vereséget szenvedett az egész idény alatt. A D-Logisztik csapatát csak az első együttes tudta legyőzni a szezon elején. A csapatom idei idénye azért nem sikerült annyira jól, mint ahogy azt mi terveztük, de egyetlen egy vereséget szenvedtünk a bajnoktól, és kettő döntetlent. Nagy szerepet játszott a játékunkban az, hogy elfáradtunk. Ugye nem csak a kispályán játszunk, hanem egyéb más bajnokságban is részt vesz a csapat nagy része, és ez érezhető volt, egy kicsit elfáradtunk a végére. A teremfoci bajnokságot a Ferro Patent csapata nyerte meg. A fiúk az idény összes mérkőzését megnyerték, 11 győzelmet bezsebelve. Azt mondták, korábban is készültek arra, hogy megnyerjék a bajnokságot, és örülnek annak, hogy idén ez összejött nekik. Egész jó volt, jól mentünk szerintem, tehát nem tudom, megvoltunk, volt cserénk, aztán hát kijött a lépés nekünk, ennyi volt igazából szerintem. A szekszárdi bajnokságban több mint 200 játékos lépett pályára. Ez is jelzi, hogy a kispályás foci nem veszít a varázsából, még az idősebb korosztályban sem.